Tudom, azt írtam ki Facebookra, hogy egy évig ott hagyom az internetes megnyilvánulásokat. Mármint, hogy nem fogok videót készíteni, meg kiírni semmit Facebookra. Most egy dologgal mégis azért megszakítanám ezt az egy évet, csak erre az egy videóra, mert többen írtátok, meg mondtátok személyesen is ezt a problémát, amit most el fogok mondani, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam rá a megoldást, mert hát ki tudja, hogy mi lesz egy év múlva, mit tudom én, itt lesz-e még ez a test, ezzel a testtel leszek-e, stb. Azt mondtátok többen, hogy elkezdtek meditálni, meditáltok, és mindenféle szörnyű, horrorisztikus dolgok jönnek be, hogy mit tudom én, akár saját magatokról, akár egy külső lényt láttok, amelyik fenyeget titeket. Na most, mi erre a megoldás, vagy mi ennek az oka? Hát igazából a saját tapasztalatomat tudom elmondani, hogy az a fontos, hogy amikor elkezdünk meditálni, akkor sok időt hagyjunk arra, tehát mit tudom én, több percet, nem tudok igazából időt mondani, mert én ilyenkor nem annyira érzékelem az időt, sőt egyébként én úgynevezett normál tudatállapotban sem annyira, sőt egyre kevésbé. De lényeg az, hogy ne fél perc legyen az, ami a meditációnak az első szakasza, hogy ellazítod a tested összes izmát, elengedsz minden gondolatot, mi meg mindent elengedsz az életedből, a lelkedből, stb. Tehát, hogy magyarul megnyugtatod, kitisztítod a lelkedet és testedet, és ellazítod lelkedet és testedet. Ez ne fél perc legyen. Ez több perc legyen, minél több időt szánj erre. Ugyanis, ha az elme nem nyugszik meg, nem csöndesedik el, akkor mi történik? Ugye mit csinál az elménk? Legtöbbünknek állandóan pörög, és ugye gondolkodik, hogy mi lesz majd, mik a céljaim, vágyaim, meg milyen veszélyek leselkednek rám esetleg, mik voltak a múltban, milyen hülyeségeket csináltam, stb. Stb. És ezek rengeteg negatív érzelmet generálnak. Ezekből rengeteg negatív érzelem születik, ugye elkezdünk attól félni, hogy mi lesz a jövőben, hogy a főnökünk ki fog rúgni, hogyha mi szabadon kimondjuk az igazságot, meg nem tűrjük el tőle, hogy egy bunkó seggfej legyen. Bár pont nemrég hallottam, hogy mondta valaki, hogy neki van a világon a legjobb főnöke. Szóval olyan főnökök is vannak, akiket nagyon szeretnek a beosztottaik. Szóval az elme pörgése, a gondolatok, a gondolkodás, az, hogy időben és térben gondolkodunk, tervezünk, stb. Ezek generálják a negatív érzelmeket. Mert jó, pozitív érzelmeket is generálhatnak, de hát a mai nyugati világban, ami ömlik az internetről, meg az újságokból, meg itt tudom én honnan, az egész a negatív érzelmekre áll rá, mert az a hír szokott nézettebb lenni, ami negatív. Meg mindegy, most nem menjünk ebbe bele, hogy most ez mennyire szándékos, meg nem. Lényeg az, hogy ha elcsendesedik az elme, akkor nincsenek ezek. Nincsenek félelmek. Bármilyen megdöbbentő és hihetetlen, ha az elménk leáll, akkor nincs félelem.
Ezt most nagyon nem akarják elhinni azok, akik még nem is voltak meditatív állapotban, vagy legalábbis így szándékosan nem, még nem szoktak meditálni, és ezt is az elméjük mondja most, hogy ez az nem igaz, hát mi, hát az elme meg az érzelmek, az tök külön dolog, két külön dolog. Igen, két külön dolog, és az elmében születnek olyan gondolatok, amik negatív érzelmeket keltenek. És ebből ezek a negatív érzelmek, ezek a félelmek, ezek jelennek meg egy enyhe meditatív állapotban. Tehát nem kell mindjárt arra gondolni, hogy mindenféle démon, meg mit tudom én mi, annak nem kell meditatív állapot, hogy megjelenjen. És nagyon-nagyon ritka az. Meg negatív lénnyel is. Kimész az utcára, azt ott vannak a negatív lények. Szóval nem kell itt bebeszélni ezt, hogy akkor mindenki ezzel jön, hogy Mátyás, engem nem hagynak nyugodni, nem hagynak békén az ilyen démonok, hogy nem hagyják, hogy meditáljak. Hát ilyen nem létezik. Ilyen nem létezik, de ha létezne, akkor is legyél te az erősebb, meg a kitartóbb. Jó? Szeretettel mindent el tudsz érni. Azokban a dimenziókban pedig még könnyebben. Mert az úgynevezett hétköznapi életben, az úgynevezett földi emberi életben nem annyira egyszerű a szeretet alkalmazása, mint az ilyen démonokkal szemben. Lehet, hogy ez egy sokkal félelmetesebb helyzet, meg élmény, viszont egyszerűbb. Egyszerűbb. Tehát nekem igazából az volt a legnehezebb dolog ebben a földi 34 évben, hogy az emberek hihetetlenül bonyolultak. Tehát az emberi lélek annyira bonyolult, hogy hihetetlenül. Az én lelkem is természetesen, sőt, az még inkább. Na szóval. De hogyha látok egy gyönyörű felhőt, vagy látom a gyönyörű napot, vagy látom a gyönyörű csillagokat, vagy látok egy gyönyörű madarat repülni, vagy látok egy gyönyörű fát, vagy látok egy gyönyörű virágot, akkor nincsenek gondolatok. Az egyszerű, az csodálatos, az boldogság, az szeretet, az nyugalom, az béke. Akkor ezt élem meg. És ez is egy meditatív állapot. És a kisgyerekek sokat vannak ebben az állapotban. Mert látnak egy lepkét, pillangót, és egyből nevetnek, mosolyognak, boldogok, és szaladnak utána, és mondják, hogy pillangó, pillangó. Kész. Nem gondolkodik, érted? És ez a lényeg. Na, nem kapcsoljuk ki az elmét, és azért van ez, hogy így meditatív állapotban mindenféle szörnyűségek jönnek. Miért akkor jönnek? Hát mert amúgy az úgynevezett normál hétköznapi életben rengeteg szabálynak próbálunk megfelelni. És belső szabályoknak is. Tehát mindenkinek vannak pervers gondolatai, bizarr gondolatai, stb. De ezeket mind lenyomjuk a tudatalattiba, mert ezekre nem is szabad gondolni, úgymond. Viszont, hogy picit ugye próbálsz meditatív állapotba jönni, és ezek a gátlások oldódnak. És akkor aztán minden jön. Kivéve, ha előbb ellazítod a testedet fokozatosan, ugye minden izmot, tehát, hogy meg minden részt így. Tehát egy meditáció az úgy zajlik, először is nyugalmat teremtesz magad körül. Kikapcsoljuk a mobiltelefonunkat, lekapcsoljuk a számítógépet, stb. Megmondjuk a többieknek, hogy most ne zavarjatok fél óráig, vagy 5 percig, vagy negyed óráig, most meditálok. Kész, becsukjuk az ajtókat, megnyugszunk, egy kicsit jogázunk, vagy tornázunk, vagy valami, kinyitjuk az ablakot, szellőztetünk mindent. Tehát egy pár percig úgy próbálunk megnyugodni.
Utána leülünk, vagy lefekszünk, ugye lehet a YouTube-ról vezetett meditációkat is hallgatni. Nekem is van egy olyan videó listám a YouTube csatornámon, hogy fénymeditációk. Onnan is válogathatsz, vagy kipróbálhatod mindet. Na, és amikor egy picit elcsendesedtünk, meg minden rendet raktunk magunk körül, stb., akkor ugye leülünk, vagy lefekszünk, és megpróbálunk egy kényelmes, de ugyanakkor egyenes testhelyzetet felvenni. Utána megint picit próbálunk megnyugodni. Utána sóhajtunk egyet szépen, ráérősen, nyugodtan, lassan, és próbálunk mindent elengedni. Mindent, múltat, jövőt, gondolatokat, érzelmeket, életet, mindent. Most mondjuk azt, hogy most ezt az 5 percet, vagy fél órát arra szánom, hogy pihenjek. Ez az elmének sokkal elfogadhatóbb dolog, mint az, hogy azt mondjuk, hogy elengedek mindent, mert akkor egyből megijed, hogy mit, hogy, mi, ő mindent meg akar fogni. De ha azt mondjuk, hogy most pihenni akarok, most kus, semmire nem akarok gondolni, pihenni akarok, ez már sokkal elfogadhatóbb az elmének, és akkor bekussol. És akkor sóhajtunk még egyet, telik múlik az idő, sóhajtunk még egyet, elengedünk mindent, stb. Mondjuk, vagy gondoljuk, vagy magunkban mondjuk, hogy ellazítom a homlokomat, engedem lecsukódni a szemeimet, ellazul az arcom, ellazul az állkapcsom. Csak persze ennél sokkal lassabban, és mindig megvárjuk, hogy tényleg ellazuljon az az adott terület. Ez lehet, hogy először sok időbe telik, aztán egyre gyorsabb lesz, tehát mit tudom én, amikor már századik meditációdat csinálod, akkor 10 vagy 20 annyi idő alatt el tudsz ugyanoda jutni, mint először. És az a lényeg, hogy akik elkezdenek meditálni, általában kezdeti időben még szépen megcsinálják ezeket az első lépéseket, amikor ellazítja a testet, meg elenged mindent a lélekből, stb. De aztán már lazábbra veszik a dolgot, és nem csinálják ezt meg, vagy gyorsan végig mennek rajta. És akkor nem áll le az elme, és bekerülnek egy ilyen köztes meditatív állapotba, vagy hogy nevezzem, egy ilyen enyhe meditatív állapotba, viszont az elméjük még ott van, és akkor jönnek mindenféle ilyen dolgok, amikről beszéltem, vagy ilyen negatív dolgok. Egy tényleges, igazi meditatív állapotban nem jelennek meg negatív dolgok, negatív lények, ha mégis megjelennek, akkor ezt meg tudod oldani. Érted? Hát az élet a Matrixban ilyen az élet, a játék, hogy mindig jöhetnek negatív dolgok, mert hogyha most mész az utcán, vagy otthon vagy, valaki bezárkózik otthonra, hogy ott nem érheti baj, hát hogy ne érhetné? Hát ez a játék, most ha megnézel egy filmet, és csak pozitív dolgok lennének benne, kinézné meg, mi abban a kaland. Tehát próbáld így felfogni, hogy pont, hogy jó, hogy vannak negatív dolgok. Itt ez a játéknak ezen a szinten, a földbolygón vannak negatív dolgok, rengeteg. De meg tudod mindegyiket oldani. Csak olyan dolog jön, akár meditatív állapotban, akár nem meditatív állapotban, csak olyan lény, csak olyan helyzet, amit meg tudsz oldani. Szóval, szerintem, hogyha most fogsz először meditálni, még az is a legjobb talán, hogyha az első
öt, vagy nem tudom hány meditációd alkalmával csak azzal foglalkozol, hogy ellazítani a testet és a lelket esetleg. Tehát még már az is egy fantasztikusan jó dolog, hogyha valaki minden nap egyszer ennyit csinál, hogy ellazítja a testét. Így, ahogy elmondtam, szépen lassan, itt tudom, 5 perc alatt. Szépen lassan végigmenni minden egyes izmon, minden egyes testrészen, területen, ahogy te érzed, ahogy gondolod. Ugye ezt hívják relaxációnak. Ha ennyit csinálna a Földön élő összes ember, tehát az összes fénylény, aki földi embert játszik most a játékban, a Matrixban, ha csak ennyit csinálna, hogy 5 perc relaxáció minden egyes nap, hát sokkal-sokkal boldogabb élet lenne itt. Sokkal. Tehát már ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos. És akkor következő lépés lehet, hogy a lelkedet is úgymond ellazítod, elengeded, mindent elengedsz belőle, stb. És akkor, ha ezek a dolgok, ezek már jól mennek, akkor lehet az, hogy csinálhatod azt lehet a következő lépés, hogy egy fénymeditációt csinálni. És akkor az már ott 100-szor könnyebb lesz, 10-szer könnyebb lesz, mintha úgy próbálnád csinálni, hát úgy nem is lehet szerintem először. Aki elsőre úgy próbálja, hogy nem lazítja el a testét, meg a lelkét. Olyankor van az, hogy azt írja valaki, vagy azt mondja, hogy neki nem megy ez a fénymeditáció. Hát mindenkinek megy, ne viccelj, már nincsen képzeleted, vagy mi. Szóval hát mindenki úgy születik erre a bolygóra, hogy végtelen, csodálatos, tökéletes képzelő ereje van. Bármit el tud képzelni. Ez később romlik le a képzelőerő, ugye amikor elkezdenek tévét nézni, meg minden. Tehát, hogyha valaki beülteti a gyerekét a tévé elé, azt én nem ítélem meg, de hú. Most. Tehát, hogyha nagyon sokat szeretnél ártani a gyerekednek, akkor ültess be a tévéját. Tehát annál károsabb dolgot nem tudok elképzelni. Meg a számítógép, meg az okostelefon, meg stb., hogy ezzel játszanak már néhány éves gyerekek, bármiféle olyan dolog, ami... Tehát régen az volt, hogy meséltek, könyvből meséltek, vagy maguktól meséltek a szülők a gyereknek, és akkor a gyerek azt elképzelte, ugye a sárkányt, meg a királylányt, meg mit tudom én, és ez nagyon fontos. Már megjelentek később a képes mesekönyvek, már az is rossz volt. Mert akkor már egy kész képet kaptak, ugye másnak a képét kapták. Annak a művésznek a képét, aki lefestette azt a királylányt meg a sárkányt. És egy kész külső képet kaptak. Na ezzel már, na mindegy, jó eltértem a témától, de ez volt, szóval ezt soha ne csináljál ilyet szülőként. Tehát ne vedd el a gyermekettől a képzelőerőt. Mert ez a legnagyobb hatalom a Matrixban, a képzelet. A legnagyobb hatalom. A képzelet és a szeretet. Na. Jó, eltértem a témától. Tehát visszatérve az ellazítás nagyon fontos, és akkor még visszatérve arra, hogy én hogy oldottam meg, amikor negatív lényekkel találkoztam, nevezhetjük démonoknak, ördögöknek, mit tudom én minek, nem is ez a lényeg, most ki hogy nevezi, meg hogy mik ezek valójában, hanem hogy tényleg iszonyatos élmény egy ilyennel találkozni, legalábbis számomra az volt, de sohasem meditáció közben találkoztam ezekkel, hanem egyébként, tehát ez nem kell meditatív állapot. Van, aki úgy találkozik ilyennel, hogy otthon mosogat, vagy mit tudom én, és ott megjelenik a konyhában nála egy lény. Érted? Szóval vannak ilyen dolgok, tehát ez nem kell meditatív állapot, nem kell álom. Sőt, hány ember van,
aki leül nézni egy olyan filmet, egy horror filmet, meg thrillert, hát ehhez meg aztán már tényleg nem tudok mit mondani, hogy ő. Tehát, hogy nem elég neki az a sok félelem, meg negatív dolog, ami van úgy egyébként a hétköznapokban, neki még több kell. Hát mindegy, mindenki maga sorsának a kovácsa. Szóval, én hogy oldottam meg ezeket a helyzet? Három ilyen helyzet volt. Soha nem féltem annyira, mint ebben a három helyzetben. És az segített, vagy úgy oldottam meg, hogy mondtam ennek a lénynek. Három különböző lény volt, teljesen különböző. Mondtam neki, meg el is képzeltem, hogy fény vagyok, szeretet vagyok, te is fény vagy, te is szeretet vagy, minden és mindenki valójában fény, szeretet, és ez csak egy jelmez, ez csak egy állarc, ez csak egy szerep, amit most te játszasz itt, és valójában fény vagy, szeretet vagy, stb. És erről beszéltem folyamatosan, és ezt képzeltem el. És két esetben félig meddig sikerült megoldani a helyzetet, egy esetben pedig tökéletesen sikerült megoldani, annyira, hogy most lehet, hogy ez valakinek nagy szónak tűnik, de én azt éltem meg, hogy ez a lény felébredt, és akkor azt mondtam neki, hogy új programot teszek beléd, menj és segíts minden ébredni vágyónak. És lehet, hogy valakinek ez a program szó olyan furcsa, de hát az egész Matrixben ugye vannak egyrészt a részenergiák. Ugye azt nevezzük Matrixnak, hogy részenergiákat tapasztalunk, nem a teljes energiát. Másrészt programok vannak, mindenhol. Hát az is program, hogyha azt mondod, hogy jaj, de hülye vagyok. Az is program, ha a gyerekednek azt mondod, hogy jaj, de hülye vagy. Minden gondolat egy program. Ami ilyen, hogy valamit véleményezünk, valamit meghatározunk, hogy ez most ilyen, meg olyan, ezek mind programként működnek és élnek utána. És még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok elmélet van arról, hogy neked az életedet, a játékodat a Matrixban ki mindenki, meg milyen szabályok, meg mindenféle határozza meg. Az angyalok, az Isten, a démonok, a háttérhatalom, az anyád, az anyósod, tehát, hogy rengeteg olyan elmélet van arról, hogy neked milyen szabályokat kell betartani, ki mindenki szól bele a te inkarnációdba, és te nem csinálhatsz azt, amit akarsz. Tehát ezt így nem is gondolják át a legtöbben, de szerintem sokkal-sokkal több, mint 100 szabálynak próbál megfelelni a mai földi nyugati ember minden egyes pillanatban. Mindenhol szabályok vannak. És ezt szokott hozzá. Semmiféle szabály nincs, semmiféle korlát nincs, mert egyszerűen nem bírják ezt elképzelni se. Tehát annyira megszokták, hogy nem tudják ezt fölfogni, hiába mondom el akárhogyan, hogy végtelen lehetőségek. Nincsen korlát, nincs semmiféle se korlát, se senki nem szól be, tökéletes, teljhatalmú Isten vagy a Matrixban.
Most akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy dehogy nincsenek szabályok, hát törvényszerűségek vannak, ugye karma, meg gravitáció. Hát ez mind addig van, amíg fel nem ébredsz. És utána nincsen. Utána te állsz ezek fölött, a törvényszerűségek fölött. Mert ezek is csak programok, semmi más.